Iancica, Iancica, mérdemlőttél nagy obra, Dunáról fúj a szél. Klubtársaiknak adták elő a kórustagok azt a műsort, amivel a Bárka Fesztiválon léptek volna fel. A város által meghirdetett rendezvény ugyan elmaradt, de a vándorló szépkorúak baráti köre nem nyugodott bele. Már nagyon hiányzott a csapatnak az összejövetel, így megszervezték az első Festetics utcai halfőző fesztivált. Az egyik csapat szakácsától megtudhattuk a tökéletes halászlé receptjét is. Most áruljam el a titkot. Hát éppenséggel. Hát ahány kiló hal, annyi liter víz, annyi fej hagyma, annyi evőkanál piros paprika, és ennyi értétok. Ez azonban korán sem olyan egyszerű, mint ami ennek elsőre hangzik, ezért is hirdettek versenyt. A nap további részében több program is várta a társaság tagjait. Megtörtént az ebéd, három bográsba főztünk halat, három csapat indult, meg volt az ebéd után a csoportban minden hónapban, akik ünneplik a névnapjukat, a születésnapjukat, ezt meg fogjuk ünnepelni. A csoportunk másik legidősebb tagja, Izsák Károlyné Julis mama, az 86. évét most töltötte be 26-án. Ő most méltóképpen a barátok között szeretne ünnepelni. Izsák Károlyné ugyan 86 éves lett, de a vándorló szépkorúak baráti körének társaságában mindig megfiatalodik kicsit. Olyan helyre mondtam a Jánosnak tegnap is, ahol széket raknak alá, mint a szívesen. Itt is nagyon jól érzem magam. Még szoktunk táncolni is, meg jót ettünk, meg a kirándulástán megnéztük a nevezetességeket. Amíg el tudtam menni az országokba, addig mindenhova jártam, úgyhogy, és ezért nehéz nekem elmaradni a társaságtól, és azért jövök még. Szívhez szóló szavakkal és közös énekléssel köszöntötték a társaság második legidősebb tagját. Minden jót is szívet, megírtam ezt hinnem, veled és feletted, öröm az életem. Március óta, mióta kihirdették ezt a járványhelyzetet, azóta nem tudtunk együtt lenni. Nagyon sok programot, ami minden hónapban be volt, egy kirándulás, egy közös fürdés, mert minden hónapban elmentünk az ország bármelyére, egy gyógyfürdőben fürdődik, Tamásító kezdve mindenhová, és ez mind sajnos elmaradtak, és ők nagyon szerettek volna kimozdulni, és én úgy látom az idősebb csoporttársaimon, hogy ez a járványhelyzet nagyon-nagyon mély nyomokat hagyott. Hirdettünk egy ilyen totó versenyt, 13 plusz 1-es versenyt, kimondottan a Dunával és a Tolna városa kapcsolatos kérdéseket. A kérdések az a Steinbach Zsolt állította össze, nagyon frappáns kérdések vannak, nagyon frappáns válaszok vannak. Evés, ivás, italozás és közös nótázás. Azt gondolom, hogy egyik barát hozza a másikat hozzám. Nagyon nagy a megkeresés. 56 főve vagyunk mostan, hát én úgy gondolom, a hölgy még egy kicsit fiatal a szép korra, inkább én azt javaslom, hogy élvezze még a fiatal életeit.